Ha a slam poetry beszélünk, meggyőződésem, hogy különösen Magyarország esetében egy sikertörténetről beszélhetünk. A klubestek és a műfaj népszerűsége tulajdonképpen minden alkalommal felülmúlja a korábbi legmerészebb elképzeléseket is. Ezek mellett a nagyszerű dolgok mellett nem hallgathatunk azonban a slemetért kritikákról sem, mert hogy természetesen akadnak és akadtak szép szemmal. Hogy csak egy beszédes példát említsünk, Harold Bloom irodalomkritikus egy Paris Review-ban közölt interjújában egyenesen a művészet halálának nevezte a poetry slam mozgalmat, kicsit talán épp a slam szövegekre jellemző alkalmi hatás élve. De tagadhatatlanul érzékletesen. Míg azonban az említett kritikát megfogalmazó úriember egy kívülálló irodalmár volt, addig maga a mára szinte megszámlálhatatlan stílust, irányzatot és divathullámot jelentő poetry -slam mozgalom sem egységes bizonyos kérdésekben. Például az egyik amerikai kereskedelmi csatornán évekkel ezelőtt futó Slam és Spoken Word alapú Deaf Poetry Jam című műsor a mozgalmon belül is kapott olyan kritikákat, miszerint feladta a szórakoztatásért az esztétikai értéket. Bár egy, a diverzitás ilyen fokát elért műfaj esetében sokkal inkább az lett volna a csoda, ha ez nem történik meg. Mivel Magyarországon csak a legutóbbi időkben kezdett igazán nagy látszódni a Slam, mint műfaj és jelenség, a komoly kritikák is váratnak még magukra komolyan, azt értem azonban, hogy ugyan született már néhány kritikai megjegyzés, illetve parázsvitákra sor került ezzel a kapcsolatban. Ezeknek a helye azonban főleg ugye a legnagyobb közösségi portál volt, azon belül is posztok és kommentek elszórva. Nem volt tehát egyetlen újságcikk vagy kritika sem, esetleg eszé, ami a SLAM-mel kapcsolatos kérdéseket firtatta volna. Vagy csak összefoglalóan próbálta volna leírni a relációkat mondjuk az irodalom és a pátri között. Erre persze hely időszűkében most magam sem vállalkozhatok, de azt hiszem van pár dolog, amit érdemes tisztázni. A felfelbukkanó ellenszem egyik általános okkal, hogy az újságírók szeretik a slam az új költészetként definiálni, ami végre ezt meg azt csinál a versekkel. Áttörte a szakma korlátait, közelepozta az emberekhez, stb. stb. Na most azt azért érdemes lenne tisztázni, hogy itt nem voltak nagyon korlátok. Pontosabban a szakma, illetve a kortárs költészet valóban korlátok közé szorítva létezik, sőt, falak közé, amiket bentről talán ugyanolyan lelkesen építgetnek az illetékesek, mint kintről. A nem azonban egy underground színpadi műfaj, ahol az exhibicionizmus, ami a jó irodalmárok réme, hát, szóval ez itt alapvető elvárás. Ráadásul ez nem egy szakmai fórum, itt újságírók ugyanúgy vannak, mint kőművesek, tehát a szlem valójában onnan indított, hogy az emberek közül jött, nem kellett közel kerülni hozzájuk. És bár valóban szövegalapú műfaj, a magyar szlem különösen is, nagyon szövegcentrikus még mindig, a zenéje sokkal több köze van, mint elsőre gondolnánk. Egy-egy este sokkal inkább koncert, mint felolvasás. Az előkészült videók pedig nem véletlenül érnek el alkalmanként tíz éves nézettséget, ugyanis pillanatnyilag ez úgy működik, mint egy kvázi befutott rock vagy rap banda, leszámítva természetesen a már korábban is létező népszerű előadók megmozdulásait. És hát tegyük hozzá, hogy a mai napig létezik a szomorú jelenség, a kortárs irodalom szitokszó, a köldöknézés és mellébeszélés szinonimája még némely értelmiségi körökben is, ami kiegészülve az irodalomoktatás nehézkessége által okozott hiányos és problémás megértéssel nem egyszer kimondott ellenségeskedésbe megy át. Egyszerűbben szólva, a nagy átlag konkrétan nem hiszi el, hogy egy kortárs vers lehet élvezhető, jó és érthető. Pedig de. Csak meg kell tanulni, hogyan kell olvasni. A probléma ott van, hogy jött viszont ez a Stem nevű valami, ami zajos, magamutogató, közönségbarát, és még azt is állítja, hogy irodalom. És hát aztán áll a bál. A honi magas kultúrafogyasztás legrosszabb beidegződése, hogy ami nem sötét-fekete alapon sötét-szürke, az már nem képviselhet értéket. Hogy ami szórakoztató, ne adj Isten népszerű, az rögtön rossz is. Mert a kultúra az igenis bánat, gyász, halálhörgés, síralom, hófüst és varjúgatás. És a kulturális szféra tartalomszolgáltatói, igen, kevésem tisztelt reménytől kivétellel, ezt a tévített táplálják is bőszen. A tankönyvekben pedig a végighajtott és végig alig 26 év után meghalt Petőfi, egy fekete-fehér mumus, akitől a fele egyen meg, megint meg kell tanulni valamit. A helyzet tehát reménytelen, de nem kilátástalan. És ezt szó szerint értem. Éppen most felnő egy generáció, akik a kezdetektől használják az internetet, és mivel a szavakra való igen kicsivel mélyebben gyökerezik annál, mint hogy végképp le lehessen valaha is számolni vele, jönnek a fiatalok és pontosan tudják, hol találják meg az így való szövegeket. Ők azok, akik már nem hiszik el, hogy ez csak egyféleképpen lehet. Én pont egyel vagyok idősebb náluk, de ebből a szempontból nagyon is közéjük tartozom. Mert hogy a szlem, a pillanat művészete is sosem tökéletes, ráadásul mindannyian hibázunk, néha egyenesen besülünk a színpadon miközben a színvonal is ingadozó persze. Viszont ennél, hogy látszólag minden tökéletes legyen, úgy tűnik, hogy sokkal fontosabb maga a működés. És a néha vállaltanoncsó szóvicek vagy somatikus amatőr versek között igenis felfeltűnik egy olyan sor, amitől meghasadnak a templom kárpítjai. Mondanám, hogy ez egy megfontolandó lehetőség, de igaziból annyira biztos vagyok benne, hogy muszáj kijelentsem. Nem csak egyfajta irodalom létezik. Get over it.